Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Gyela Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Nőnapi programsorozat, több rendezvénnyel készül a hölgyeknek a Babits Mihály Kulturális Központ. Támogatások, kitüntetések és tiszteletdíj, ülésezett a Dombóvári Testület. 12 éves fiút molesztált, a támadó el is kábította az áldozatot. Drónnal vadásznak a szabálytalankodókra, a cél, hogy még hatékonyabbak legyenek a polgárőrök. Nőnap alkalmából több rendezvénnyel készül a hölgyeknek a Babits Mihály Kulturális Központ. Március 4-én a hagyományos nőnapi kavalkáddal kedveskednek a szervezők, emellett retro parti és különböző előadások színesítik majd az eseményt. 2017 óta lepik meg a hölgyeket a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Ez idén sem lesz másként. Március 4-én az intézményben többek között termékbemutatóval, szépségtanácsadással és különböző workshopokkal is készülnek a szervezők. Este egy nőnapi bállal, egy hatalmas mulatsággal készülünk, ahol a Bravo zenekar biztosítja a talpolávalót, illetve sztárvendégként meghívtuk Szabó Ádám harmonika virtuózt, úgyhogy ez lesz a ráadás a buliban. Illetve egy héttel később, majd március 10-én pénteken is várjuk egy bulival az érdeklődőket a Placifiségi Közösségi Téren, Ladies Night Retro Party, ahol DJ Dominik lesz a sztárfelépő, illetve meglepetés vendégek a Mad Dancers táncosaival is várhatók majd valamikor az est folyamán. Mindezek mellett a szekszárdi mentál higiénés műhelynek köszönhetően különböző szűréseken, méréseken és tanácsadásokon is részt vehetnek majd az érdeklődők. A nap folyamán olyan izgalmas foglalkozásokat ismerhettek meg és próbálhatnak ki, mint a hangfürdő, a pilates vagy az élettánc, és természetesen előadásokból sem lesz hiány. Ilyen kiemelt témák most a várandóság és a kisgyermekkor, a szülés utáni időszaka a lányoknak, illetve nőknek, bízunk benne, hogy igen, asszonyoknak. Mindenképpen szeretnénk ennek a korszaknak, ennek az életciklusnak a megsegítésében jelen lenni. De szó lesz a változó korról, az egészséges táplálkozásról, fogyókúráról, az önbizalomról és arról is, hogy miért nem értik meg a férfiak a nőket. A hölgyek azonban március 8-án sem maradnak program nélkül, ugyanis 18 órakor Női vonalak címmel tart előadást Liptai Klaudia műsorvezető színésznő. Orbán Viktor miniszterelnök a munkahelyvédő intézkedéseket felsorolva elmondta, az energiaintenzív feldolgozóiparban aktív kis- és középvállalatokat támogatják, összesen 220 milliárd forintnyi összeggel. Meghirdették a Széchenyi Kártya programot, és 2023-ban 290 milliárd forintot költenek a magyar kisvállalkozások kedvezményes hitelprogramjára, amelyben az inflációs kamatokkal szemben a kisvállalkozók 5%-os kamaton juthatnak hitelhez. 1000 milliárd forint áll rendelkezésre a Nemzeti Tőkeholdingnál, hogy segítse a vállalkozások tőkehelyzetének rendezését, hogy a tőke hiánya ne lehessen akadálya a munkahelyek megtartásának. Meghirdetünk egy agrármoratóriumot, ezt a magyar gazdák védelme érdekében hiteltörlesztési moratóriumként hirdettük meg. 7500 agrárvállalkozásnak 285 milliárd forint hitel után 16 hónapig nem kell törlesztő részletet és kamatot fizetniük. Meghirdettünk egy turisztikai akciótervet, hogy az ilyen vállalkozásoknál a fejlesztési hozzájárulást ne kelljen befizetni, nem töröltük el, de felfüggesztettük, és a szép kártyák felhasználását pedig fölgyorsítottuk, hogy a magyarok idehaza költsék el a pénzüket. 15%-ot emeltek a tiszteletdíjukon a dombóvári képviselők. Többek között erről is tárgyaltak kedden a városvezetők. Pinter Szilárd polgármester szerint ennek ideje volt már, ugyanis évek óta nemhogy nem emeltek, nemrég még 30%-ot csökkentettek is az illetményeken. Többek között támogatásokról is döntöttek Dombóvár város legutóbbi testületi ülésén. 2023-ban a sportszervezetek között 50 millió forintot, a civilek között pedig 4 millió forintot osztottak szét. Az ülésen a legnagyobb vihart a képviselők tiszteletdíjának emelése okozta.
A képviselőtestületi tagoknak és a két alpolgármesternek a tiszteletdíja 15%-kal fog emelkedni. Véleményem szerint, amikor ekkora megélhetési válság van az országban és ezen belül Dombaváron is, ez egy nagyon nagy mérvű emelés. A képviselők és az alpolgármesterek nem bérért dolgoznak, tehát olyan indokokat, hogy mekkora az infláció, meg mennyivel több a rezsi, amit felhoztak képviselőtársaim, ezt én nem tudom elfogadni. Pintér Szilárd polgármester szerint ideje volt az emelésnek. 2023-ban, amikor elmúlt közel már 3,5-4 év 19 óta, joggal került ez a kérdés napirendre, hiszen 2017-ben meghatározott összegér volumenben dolgoztak képviselőink egészen idáig, és ez a mondat majdnem igaz lenne akkor, hogyha 20-ban nem tanúsítottunk volna önmérsékletet, és 30%-kal ne csökkentettük volna a képviselők tiszteletdíját. Ez az állapot 18 hónapon keresztül tartott, akkor helyeztük vissza a 2017-es értékre, és azt gondolom, hogy 2023-ban azáltal, hogy 15%-kal tudtuk rendezni ezeket a ellátásokat, nagyon fontos lépés volt a város életében. A polgármester, mint mondta, meg van győződve arról, hogy azok a képviselők, akik ma a testületet alkotják, azok tisztességesen végzik a munkájukat, és mindent megtesznek azért, hogy a városban élőknek könnyebb legyen az életük. Az ülésen döntöttek még a 2023-as útfelújítási munkálatokról és a városnapi kitüntetettekről is. Szerdától szeptember végéig kapják fixáron a földgázt egyes állami, önkormányzati és egyházi intézmények, alapítványi egyetemek. Így a következő gázév elejéig kiszámíthatóbbá vált mindazok gazdálkodása, akik a változó tarifáikról áttérést a jogszabályi határidőig igényelték. Az Energiaügyi Minisztérium által felkínált lehetőség több mint 1100 jogosult számára jelent könnyebbséget, összesen mintegy 8400 fogyasztási helyen, jelentette be szerdán a minisztérium. A közleményben emlékeztetnek, a háború és a szankciók okozta nemzetközi energiaválságban sosem tapasztalt magasságokba emelkedtek az árak. Tavaly ősz óta fokozatos visszarendeződés figyelhető meg, a nyári csúcsoknál kedvezőbb szinten alakulnak a díjak. A kormány elsőként a földgáz szolgáltatásban nyitotta meg a változó áras szerződésekről fix összegekre átállás lehetőségét. A rögzített költségek márciustól szeptember végéig könnyítik meg az érintettek gazdálkodását. Garantálhatják zavartalan működésüket, kiszámíthatóbbá teszik rezsikiadásaikat. Már több mint 100 000-en írták alá a földadó elleni petíciót, amelyet a magyar gazdák védelmére indított tavaly decemberben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Magyarországon több mint 4 millió föld tulajdonos van, akit fenyeget a földadó. Ezért fogtak össze az agrárszervezetek és a kormányzat, írták a közleményben. Nagy István agrárminiszter a közlemény szerint hangsúlyozta, az elmúlt időszakban a koronavírus járvány és a tavalyi év rendkívüli aszálya mellett az elhibázott brüsszeli szankciók is hatalmas terhet róttak a mezőgazdaságra. Ennek ellenére a magyar gazdák biztosították a lakosság jó minőségű, biztonságos, friss és egészséges élelmiszerrel történő ellátását. 12 éves fiút molesztált egy 40 éves férfi Szekszárdon. Az áldozatot ráadásul elkábította. A fiú végül elmenekült a helyszínről, az ügyben most született bírósági ítélet. Egy szekszárdi szociális otthonban lakott a 40 éves férfi, aki az akkor mindössze 12 éves áldozatot molesztálta. A vádlott súlyos mentális gondokkal küzdött már az elkövetéskor is. A fiút miután megismerte, találkozóra hívta, ahol egy gázöngyújtó töltőt nyomott a szájába, amiből a kiskorú sértett többször is inhalált, ettől bódult állapotba került. A férfi akkor egy betonoszlopnak szorította őt, majd felszólította, hogy vegye elő a nemi szervét. Nagyjából 10 másodperc volt, mire a kisfiú felfogta, mi történt, és ellökte magától a támadót, majd elmenekült a helyszínről és feljelentést tett. Elítélte a bíróság a vádlottat kóros szenvedélykeltés vétségében, szexuális visszaélés vétségében és személyi szabadság megsértésének büntettében is. Ezért a vádlottat halmazati büntetésül 1 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, ennek végrehajtását azonban 3,5 évi próbaidőre felfüggesztette. A férfit emellett eltiltották attól is, hogy élete során bármikor kiskorúakkal foglalkozhasson hivatásszerűen. A 12 éves fiút molesztáló vádlott tehát egyelőre nem megy börtönbe,
de ha a felfüggesztett ideje alatt bármit elkövet, akkor azonnal bezárják. Az ukrán-magyar határszakaszon 4082-en léptek be Magyarországra kedden, a román-magyar határon belépők közül pedig 4071-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából jöttek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság szerdán. A beléptetettek közül a rendőrség 73 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerinti illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Drónokkal vadásznak az idei évtől a szabálytalankodókra a polgárőrök Tolna vármegyében. Az ezzel kapcsolatos képzések hamarosan el is kezdődnek. Drónnal vadásztak szabálytalankodókra a polgárőrök a Balatonnál. Az akcióra évekkel ezelőtt kerül sor, hamarosan viszont Tolna vármegyében is hasonló bevetések kezdődnek. A Polgárőr Szövetség ugyanis az idei esztendőben hasonló légi eszközöket szerez be, a cél pedig, hogy az eddigieknél hatékonyabban segítsék a rendőrök munkáját. Miután a cégautó adó bennünket is nagyon érint, mert nagyon megemelkedett sajnálatos módon a fenntartási költség nevezetesen a benzin és a gázolaj, most oktatásokat fogunk tartani, hogy könnyebben és gyorsabban odaérjünk, nevezetesen drón oktatásokat. Minden egyesületnek szeretnénk egy drón tulajdonába adni, és ezzel a külterületeket, erdőket, hétvégi házakat fokozottabban tudjuk, idézelben nem mozogva, de helyettünk mozog egy technika, és ehhez a képzést oktatás fogja biztosítani a Megyei Polgárőr Szövetség. A Tolna vármegyei polgárőrök folyamatosan önkéntes szolgálatot vállalnak a migráció által érintett határszakaszokon. Ehhez pedig elengedhetetlen volt, hogy az elmúlt években jelentős kormányzati támogatásokat kapjanak. Volt időszak ezelőtt, az utóbbi 7 évben gépjármű parkot tudtunk sikeresen fejleszteni, 52 darab Suzuki típusú autóhoz jutottunk, természetesen más autókhoz is, de ez volt a fő ütőír. A polgárőrök által használt drónok beszerzése tehát még idén elkezdődik. 30 éremmel tért haza a Dombóvári Egyesület Budapestről. Február 25-én és 26-án rendezték meg a Budapest Kupa második fordulóját a Tüske uszodában. A versenyen 43 egyesület 670 versenyzője állt rajtkőre. A Dombóvári Sportiskolát ezúttal 8 úszó képviselte. A csapat az erős mezőnyben 30 érmet, köztük 16 aranyérmet szerzett, számolt be közösségi oldalán Nagy Roland edző. Kis létszámuk ellenére az éremtáblázat 8. helyét sikerült megszerezni, a vidéki egyesületek közül pedig a legeredményesebbek lettek, írta az edző. Regionális híreink következnek. Nyártól Kaposvár végzi a regionális hulladékkezelést, aggódik a pécsi Fidesz frakció vezetője. Nem küzdenek pénzügyi gondokkal, évet értékelte a bikari polgármester. Közeleg a fizetési határidő, értesítést vagy határozatot kapnak a gépjárműadóról az autósok. Nem sikerült megfelelő minőségben elkészíteni Pécsnek a pályázatot, ezért Kaposvár végzi majd a regionális hulladékkezelést nyártól. Pécset eddig a Délkom Kft. Felelt a hulladékért, mostantól viszont alvállalkozóként végzi tovább eddigi tevékenységét. A pécsi Fidesz frakció vezetője szerint már Péterfi Attila polgármestersége elején látszott, hogy egyre rosszabb helyzetbe kerül a város a hulladékgazdálkodásával foglalkozó vállalat. Csizmadia Péter rá is kérdezett az ügyre, valamint arra is, hogy mekkora bevétel kiesést fog ez jelenteni, ám érdemi választ nem kapott a városvezetőtől. Délkom Nonprofit Kft. Olvasható ezen a táblán. A Biokom alá tartozó cég végezte eddig a régióban a hulladékkezelési teendőket, nyártól azonban ez megváltozik. Mivel nem sikerült megfelelő minőségben elkészíteni Pécsnek a pályázatot, ezért Kaposvár végzi ezt a munkát. A helyi Fidesz frakció vezetője szerint ennek már látható jelei voltak évekkel ezelőtt. Péterfi Attila hivatalba lépése óta láthattuk, hogy ezt a szakértői csapatot miként verték szét, és miként züllesztették le a társaságot oda, hogy gyakorlatilag baloldali politikusok és politikusok rokonai kádertemetőjévé süllyesztették, illetve Péterfi Attila korábbi hőerőmű munkatársai kerültek kulcspozícióba,
akkor már félő volt, amikor ez a folyamat elindult, hogy ennek rövid úton belül negatív következményei lesznek. Sajnos úgy tűnik, hogy ezek a félelmek beigazolódtak. Hiszen július 1-től Kaposvár alvállalkozója lesz a Dielkom, így nem dönthetünk helyben saját dolgaink felől, tette hozzá Csizmadia Péter. A politikus próbált rákérdezni a legutóbbi közgyűlésen az ügyre, hogy a polgármester adjon magyarázatot arra, miért nem tudtak megfelelő pályázatot készíteni, illetve lesznek-e személyi következményei. De ami még ennél is fontosabb, a presztízsen túl, arra is rákérdeztem, hogy ez mekkora összegű kárt jelent a Biokomnak, hiszen nyilvánvaló, hogyha valaki elveszíti az önálló gazdálkodását, önálló bevételi forrását, és alvállalkozóként tudja a továbbiakban csak ellátni a feladatokat, az bevételkiesés lesz, hiszen a fővállalkozónál fog megjelenni az a profit, ami itt Pécsen is maradhatott volna. Polgármester úr még csak válaszra sem méltatott, helyette szokásos kioktató hangnemével utasított rendre. Csizmadia Péter bízik abban, hogy a közeljövőben sikerül fényderíteni arra, mekkora kár keletkezett így, hiszen, mint mondja, pontos számokat nem tudnak, de 100 milliós tételről is beszélhetünk. Közel 120 millió forintból gazdálkodik idén Bikal önkormányzata. A település vezetője az energiaválság miatt nehéz évvel számol 2023-ra, viszont azt mondja, számításaik szerint nem lesznek financiális problémáik. Köszönhető ez annak is, hogy spórolni tudnak a közvilágításon, és több ingatlanukat is korszerűsítették az elmúlt évben. Inkább egy kicsit túltervezik a kiadásokat, és akkor nem érheti meglepetés a települést. Ebben a szellemben készítette el a képviselőtestület Bikal 2023-as költségvetését. Kömüves József, a település polgármester elmondta, beruházásokkal az idén is számolnak. Az év egyik legnagyobb projektje a csapadékvízelvezetéshez kapcsolódik. Ez a Temető utca és a Felső Rákóczi utcának a részén elég nagy probléma van abban, hogyha hirtelen nagy mennyiségű csapadék lezudul, akkor a földes utakról, mert nagy a víz gyűjtött ele, nagyon sok kiszapott sarat hord le a víz, és ezt próbáljuk megoldani, erre nyertünk egy pályázatot, ez egy 100 milliós pályázat. Ez hamarosan el fog indulni ez a beruházás, és van még egy csapadékvizes pályázatunk, akkor pedig két utcát fogunk rendbe rakni, a Petőfi utcában fogunk megoldani a vízelvezetést és a Jókai utcában. Petőfi utca egyébként egy elég kényes utca ilyen szempontból, mert ha van árvíz, akkor ott az biztos, hogy van, és akkor ki szokott lépni a patak a medréből. Az energiaválság Bikalt is érinti. A településen mindent megtesznek, hogy ez ne okozzon problémát az itt élőknek. Első lépésként a közút kivételével minden második ledes lámpatestet lecseréltek. Most az óvodánál úgy gondoltuk, hogy megcsinálunk egy ilyen saját erős beruházást, mert nem tudjuk megvárni a pályázatokat. Egy ilyen hőszivattyút telepítettünk, csináltattunk meg. Ez egy ilyen levegővíz hőszivattyú, és ehhez szükséges energiára is beadtuk az EON-hoz az igényeinket. Jelenleg 5 kW-os teljesítmény napelem van fönt az óvodánkon, és ezt szeretnénk bővíteni még 10 kW-tal, tehát 15 kW-os lesz majd a napelem kapacitásunk, és nagyon reméljük, hogy ezen bár befogadó nyilatkozatot már megkaptuk, de igazából más nem történt. Hogyha az EON is úgy dönt, hogy engedélyezi ezt a dolgot, akkor 15 kW-os napelem kapacitásra ez a hőszivattyú, ez nagyon jól fog működni. Ezzel pedig tavasszal és ősszel ki tudják majd váltani a gázzal oló fűtést. Az önkormányzat épületére pedig napelemeket akarnak telepíteni a spórolás jegyében, mondta a polgármester. Közeleg a gépjárműadó fizetési határidő, ezért érkeznek az értesítések, határozatok, hívta fel a figyelmet a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, hogy ezúttal is az adóhivatal részére kell megfizetni a kötelezettséget. Az első részletet március 16-áig, a második részletet pedig szeptember 15-éig. A fizetés teljesíthető a NAV felületén banki átutalással vagy csekken. Idén is a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kapják az érintettek a gépjárműadóval kapcsolatos iratokat, tájékoztatott a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, hogy akiknél változatlan az adóösszege, azokat értesítésben emlékezteti a hivatal a fizetésre. Ezt a dokumentumot elektronikusan küldik mindenkinek, aki rendelkezik online elérhetőséggel. Akik nem, azok postán kapják meg a papírokat. Határozatot az az érintett fog kapni, akinek változott a gépjárműadó kötelezettsége, szintén elektronikus úton, akiknek pedig nincs elektronikus elérési lehetősége, ők pedig papír alapon fogják ezt megkapni. Azoknak az adózóknak, akiknek van képviselője, a határozatot csak a képviselő fogja megkapni.
Akik mentesülnek a gépjárműadó alól, nem kapnak sem határozatot, sem értesítést. Ez a NAV nyilvántartásából állapítható meg. Ilyenek lehetnek az egyházi jogi személyek, illetve egyes civil szervezetek. Az első részletet március 15-ig, mivel ez hétvégére esik, ezért március 16-áig kell megfizetni, a második részletet pedig szeptember 15-ig. Nagyon fontos ez a két határidő, hiszen a késedelmes befizetés esetén már késedelmi pótlékkal is számolni kell. A gépjárműadó befizetése a NAV felületén néhány kattintással, de banki átutalással is teljesíthető. Átutalás esetén fontos, hogy a közleményben fel kell tüntetni az adószámot vagy az adóazonosító jelet. Akik nem kötelezettek pénzforgalmi számlanyítására, azok csekken is intézhetik a befizetést, amit telefonon a NAV infóvonalán keresztül igényelhetnek. Azt is szem előtt kell tartani, ha gépjármű eladás, illetve vásárlás történt az elmúlt évben. Arra kell odafigyelni, hogy az adásvételt mind a két félnek be kell jelenteni a közlekedési hatósághoz, az okmányirodához, legkésőbb az adásvétel követő év január 15-ig. Tehát az idei évre vonatkozóan, aki 2022-ben eladott például egy gépjárművet, és ezt 2023. január 15-ig nem jelenti be az okmányirodába, akkor mivel december végén ül még a tulajdonos ennek a gépjárműnek, a 2023-as gépjármű adót neki kell megfizetni. Ha pótolja ezt a bejelentést, akkor 2024-ben már nem neki kell fizetnie az adót a gépjármű után. A témában tájékoztatók olvashatók a www.nav.gov.hu oldalon, vagy információk érhető a 1819-es infovonalon, de személyesen bármelyik ügyfélszolgálaton rendelkezésre állnak az adóhivatal munkatársai. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket még egyszer röviden. Nőnapi programsorozat, több rendezvénnyel készül a hölgyeknek a Babits Mihály Kulturális Központ. Támogatások, kitüntetések és tiszteletdíj, ülésezett a Dombóvári Testület. 12 éves fiút molesztált, a támadó el is kábította az áldozatot. Drónnal vadásznak a szabálytalankodókra, a cél, hogy még hatékonyabbak legyenek a polgárőrök. Csütörtökön néhol erősebben felhős idő várható, a felhőzetből helyenként, de akár tartósan szitáló eső is előfordul. A légmozgás gyenge, keleties irányú lesz, folytatódik a lassú enyhülés. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!